hogyha már zaklatás, akkor ennek lehet mindenféle fajta formája, tehát kapcsolaton belül is, vagy akár tényleg olyan, aki üldözésé válik, és úgy lesz zaklató, hogy nem hagy téged békén, követ téged, akár ismeretlenül is. Ez ismerős vagy ismeretlen számodra, Eszti? Szerencsére nekem ilyen kapcsolaton belüli ilyen jellegű dolgok nem voltak. Én nagyon figyeltem arra, hogy ugye ne készüljön rólam soha olyan kép, amivel visszaélhetnek, de ugye van ez a helyzet, amikor nem is tudsz róla, és teljesen védtelen vagy, mint ugye szegény Evelynnél is ez van, és szörnyűsen láttam vele az interjút, és engem is megrázott, hogy egy fiatal lánynak ezen kell keresztül mennie, és utána ez milyen kihatással lesz a következő kapcsolataira, meg úgy az egész életére, tehát ez egyszerűen szörnyű. Olyan volt persze nekem is, hogy mondjuk mikor előadást vezettem, akkor pontosan tudták, hogy hol vagyok, tehát hogy alapvetően azért nem az van, hogy énekes vagyok és fellépek és oda jönnek a koncertemre. Nekem akkor volt ilyen, amikor ugye előadásom volt fix helyszínen, és akkor volt, hogy igen, hogy jártak. Kukkolók! Hát, vagy már olyan is, aki rendkívül félelmetes már kívülről is nézve, és oda jön és elkezd összefüggéstelenül magyarázni, és utána meg üzeneteket ír. Tehát, hogy azért volt sajnos ilyen, de szerencsére azért nekem, tehát vannak olyanok, akinél ez már egy komoly formát ölt, nálam nem volt ez.